keleti év a fotóiból nyílt kiállítás kedden a Kohán képtárban. A Kossuth, Prima Primissima és Balázs Béla díjas fotóművész 75 éves pályafutása alatt több tízezer fotót készített. A tárlatot Árpási Zoltán újságíró szerkesztő nyitotta meg, aki a fotográfia bűvületében Beszélgetés keleti év a fotóművésszel című könyv szerzője is. Kiemelte, több mint 20 évig együtt dolgoztak, kollégák voltak, így elég közelről ismeri keleti Évát. Az újságírók a hazai fotográfia nagyasszonyaként emlegetik. A legnagyobb érdeme, hogy megújította a színházi fotózást. Korábban úgy készültek fényképek, hogy megismételtettek jeleneteket, majd a főpróbán lehetett fényképezni. Ő viszont előadás közben fényképezett, és olyan képeket készített, hogy a nézőt szinte bevitte a színpadra a képen keresztül. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a színészekkel olyan kapcsolatot alakított ki, ami bensőségesnek mondható, tehát nagyon közvetlen, bizalmi viszony volt közte és a színészek között. Elfogadták szinte kollégájuknak keletévát a színészek. A megnyitón L. Péter Ficsaba, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést. A kiállítás keleti éva 92. születésnapjára készült el 2023. augusztusára. Tavaly márciusban kezdődött a fotózás, és néhány hónap alatt születtek meg a képek. Évának volt igazából egy olyan ötlete, hogy szeretne olyan színészeket megörökíteni, akik valamilyen szempontból hozzá közel állnak, vagy azért, mert régen ismeri őket, vagy azért, mert kedveli őket, akár színházból, akár személyesen, vagy pedig a televízión keresztül. És ezek úgynevezett olyan képek, amiket ő képzel el róluk, ahogy ő látja őket, ahogy ő elgondolja őket. És így születtek meg igazából ezek a fotók, ez mindegyik tényleg teljesen friss, teljesen új, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon nagy szó, hiszen ugye egy olyan művészről beszélünk, aki azért a 93. évét tapossa éppen. Az eseményen elhangzott, a színházi élet elképzelhetetlen volt keleti Éva nélkül. Bár 1991-ben visszavonult, férje halála után túl a 80. születésnapján ismét gépet ragadott. Kis túlzással újra kellett tanulnia a fotózást, hiszen a digitális technika távol állt tőle. A 72 fényképet megjelenítő Szubjektív című tárlaton látható többek között Molnár Piroska, Pogány Judit, Kulka János, Törőcsik Franciska, valamint Tarján Zsófia is. A fotókiállítás április 21-ig tekinthető meg a Kohán képtárban.